Én nagyon sok kiállítást nyitottam már meg. Ádám, a művelődési házigazgatója felkért, hogy lesz egy ilyen gyerekrajz pályázatok révén. Ildomosnak tartotta, hogy én is valami szakmai véleményt mondjak a kiállított anyagokról. Én a tehetem mindig elvállalom ezeket a kiállításokat, pláne ilyen, hogyha gyerekmunkáról van szó, de én is gyerekekkel foglalkozom. És hát egyik szemem sír a másik nevet, mint ahogy mondani szokták, mert örülök, hogy látok ilyen csodálatos munkákat, a másik pedig, amit az előbbi megnyitón elmondtam, hogy sajnos nagyon behatároltak a lehetőségeink. Tehát a tantervünk, az országos tanterv, az nem ad lehetőséget arra, hogy ezt valóban úgy kezeljük, ahogy kellene a jövő nemzedék számára. Tehát elsorvadnak ezek a dolgok. A manuális tevékenységek teljesen háttérbe vannak szorítva, és bármennyire a gépi világban élünk és az informatikában, a gyerekeink ebben nőnek fel, és ezt mi látjuk a különbséget, hogy mi volt. Nyilván a fejlődés az van, meg kell, de hogy ne gépiesedjünk el teljesen, ezért nagyon szükség van az ilyen kis plusz háttér munkákra, hogy gyerekeket próbáljuk gyerekként kezelni, és a sajátos kis világokat engedjük kibontakozni. Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Nemzeti Művelődési Intézet Petőfi Kulturális Programja írták ki közösen ezt a pályázatot. Erre 800 pályamű érkezett 18 megyénkből, és Erdélyből, valamint Szlovákiából. Ami érdekessége ennek a 800 pályaműnek, hogy 71 Tolnavár megyéből érkezett, aminek én nagyon-nagyon örülök, és örülök annak, hogy fogadásra talált ez a pályázati kiírás itt a mi vármegyénkben. Azért is jó ez, mert én úgy gondolom, hogy ha a gyerekek leülnek és a fiatalok leülnek egy kicsit, és elmélyednek a mi kulturális örökségünkben, és ezt próbálják rajzban is átörökíteni az utókor számára, vagy akár maguknak, akkor megőriztük azt, amit az őseink ránk hagytak. Nagyon sajnálom, hogy csak 15 rajzot tudtunk kiállítani. Ezt a 71-ből a 15-öt emelte ki a zsűri, és nagyon szerettem volna, hogyha mind a 71 rajzot meg tudjuk tekinteni, de örüljünk annak, hogy itt bemutatásra került ez a 15 rajz is, és a gyerekek is részt vettek ezen a megnyitón, ami külön öröm, hogy értékelték is, egy pedagógus művésznő értékelte a gyerekek alkotásait, egy kicsit betekintést kaptunk a rajzoknak a mondani valójába, a világába is, és nagyon jó visszajelzés és csatolás volt ez a gyerekeknek.